Van, ezek a házméretek tényleg megdöbbentőek. Bárkinél is jártunk, kézi imamalmot pörgető idős emberekkel szinte minden családban találkoztunk. A fémhengerben vallásos szövegek vannak feltekercselve, és minden egyes fordulat újabb ima elmondását jelenti. Gépiesített buddhizmus, főleg megfáradt öreg szerzeteseknek. Őket életük alkonyán a rokonok mindig visszafogadják a családba, amikor fájos lábbal többé már nem tudnak felmenni a hegycsúcsokon álló kolostorokba. Bhutánban ilyen a nyugdíjrendszer. A lakosság nagy része amúgy önfenntartó, szinte mindent megtermelnek saját maguknak. A modernkori szükségleteket pedig, az áramot, iskolát, kórházi ellátást, tulajdonképpen mindent ingyen megkapnak az államtól, pontosabban, hogy ők hiszik, a királytól. Ott is van a képe minden falon. Tudja, a király figyel ránk, gondoskodik a szegény emberekről. Mindent ad, ami nekünk nincs. Áramot például. Hát miért ezt szeretnénk? A gyerekeinket iskolába járatja. Az nagyon jó dolog. Olyan ő nekünk, mintha az Istenünk lenne. Ezért tartjuk a fotóját ott fönn. Vagyis önök úgy kapnak áramot, hogy nem kell fizetniük érte? Nem kell, nem. Az áram ingyen van? Teljesen ingyen építik ki a vezetéket a házig. A felhasznált áramért azért jelképesen fizetni kell valamennyit, de tényleg nagyon keveset. És a tanulás? Az iskola is ingyenes, meg az orvosi ellátás, a gyógyszerek is. Az is ingyenes? A gyógyszer? Azt is a király fizeti? Igen, meg hát a kormány. Ezért tiszteli, gondolom, a királyt. Igen, ezért. Azt csak lábjegyzetben teszem hozzá, hogy nem tudom, feltűnt-e önöknek, de ez a parasztember a világ végi Bhutánban jobban beszél angolul, mint jó néhány parlamentbe delegált magyar politikus. Ugye? Bhután egyébként tényleg sok mindenben hasonlít Svájcra. Itt is finom, manufakturális dolgokat gyártanak. De hát mit is tehetnének a tömegtermelő Kína és India harapófogójában? Különleges szőnyegeket készítenek például, és ritkaság számba menő bélyegeket. Hát akik bélyeggyűjtők, azok tudják, hogy ezek egyszerűen rettenetesen különleges bélyegek. Háromdimenziósok, hologram. Volt olyan is, ez most már elfogyott, ami pici kis CD volt, és lemez volt, tehát gyakorlatilag zene volt rajta. A bélyeggyűjtők számára állítólag az egyik legkülönlegesebb nyomtatványa a Bhutáni Királyi Posta futball VB sorozata. Ezen mi magyarok is rajta vagyunk, az aranycsapatnak ugyanis külön bélyeg járt a fájó emlékű 54-es VB döntő emlékére. Képzeljék, ez a kanadai házaspár csak azért jött Bhutánba, hogy Timpuban a postán bélyegeket vásároljanak. Nem olcsó mulatság. Nagyon színesek és ötletesek itt a bélyegek, de persze nem Bhutánban nyomják őket, hanem a Kessner ház valamelyik nyomdájában, mint ahogy a legtöbb világszínvonalú bélyeget. Vagyis hol? Ezeket a londoni központtal csináltatják? Melyik Kessner nyomdával dolgoznak? Hol nyomják ezeket? Szingapurban és Maláziában. Szingapurban és Maláziában, tehát nem itt Bhutánban? Nem. Nem? A gyűjtőknek szánt bélyegeket sokszor nem a saját országukban készítik. Pont ez a lényeg. Az az igazság, hogy a nemzeti összboldogság koncepciónak annyi érdekes leágazása van, hogy egyetlen műsorban szinte képtelenség mindent megmutatni. Bármerre mentünk, mindenhol átgondolt elképzelésekkel találkoztunk. Biógyógyszergyártással például, mert Bhután a növényvilág szempontjából a világ egyik legsokszínűbb országa, hát hol máshol gyártsanak akkor organikus biógyógyszereket, hanem itt. Mindezt látva, nekem állandóan Magyarország járt a fejemben, hogy milyen jó lenne nekünk is ennyire határozottan tudni, hogy merre tartunk. És ebben kompromisszumokat kötve egyetértenünk. A delfínium nevű növényhez a legnehezebb hozzájutnunk. Nagyon szép virága van, de magasan a Himalája sziklás hegyoldalain nő. Emésztés segítő növény, 5000 méternél magasabban található csak meg, viszont ott 7-8 hónapon át hó van, úgyhogy alig marad idő a begyűjtésére. Mivel a sziklás hegyoldalt kedveli, sajnos nem termeszthető. Szóval nem egyszerű. Tehát annyi jut, amennyit a természet ad? Igen. És kik másznak fel oda a virágokért? Megvannak az embereink a magasan termő növények begyűjtésére.
De a helybéli közösségeknek is fizetünk a gyógynövényekért. A begyűjtésért? Igen. A különleges fakérgekből és gyógynövényekből több mint 300 féle organikus gyógyszer készül itt, mindegyik a tibeti buddhizmus saját ősi természetgyógyászatát egészíti ki. Ez az úgynevezett tibeti orvoslás, ami 1967 óta Bhutánban az állami egészségügy része. A király ugyanis, tudom, hogy ez most sokaknak nem fog tetszeni Magyarországon, szakítani akart a szintetikus gyógyszerek világával, a nemzetközi gyógyszerlobbival, mert az, ő legalábbis így látta Angliában, a profitját hajszolva abnormális, drága és értelmetlen gyógyszerfogyasztásba kergeti az embereket. Persze vannak itt is klasszikus, európai értelemben vett kórházak és gyógyszerek, de a kisebb betegségekkel természetgyógyászok foglalkoznak. Akupunktúra, étrendváltás, forró kőfürdők, gyógyolajmasszázs, Bhutánban kisebb betegségekre ezek a terápiák. A diagnózis pedig pulzuson keresztül történik, mert a bhutáni orvosok a világon szinte egyedülálló módon nem csak a szív és az érrendszer, hanem az összes többi belső szerv betegségét kitapintják a pulzuson keresztül. Ez a mája, itt tapintom a lépet, ez pedig a vesélye. Érzi? Igen, ez a vese. Itt. Itt a gyűrűs ujjon. Ez itt a vesém? Igen. Két vese van, a jobb és a bal. Ez a jobb oldali. Aha. A bal vese megy a jobb kézhez, a jobb pedig a balba. Furcsa, ugye? Kereszteződnek. Az előző esti fűszeres vacsorát egyébként még éreztem a hasamban, úgyhogy gondoltam, ezzel akár tesztelhetném is a pulzus doktort. Az ujjaimon keresztül a gyomromat is meg tudja vizsgálni? A gyomra? Egy kicsit gyenge a lüktetés. Valamit ehettett tegnap este, amivel még küzd a gyomra. Az emésztésnél van a baj. Tehát a pulzusomon keresztül azt érzi, hogy valami nincs rendben a hasamban? Igen. Az lett a vége, hogy átmentünk a doktorral egy másik rendelőbe, rövid akupunktúrás kezelésre. Nem kellett semmilyen gyógyszer, csak néhány apró szúrás aranytűvel a bőrömbe a mellkasomon. Először felmelegítem. Aztán három apró szúrás. Így, így és így. Enyhén és finoman. Ígyni. Így. Aztán ezt csinálom. Kis masszírozás az aranytű hegyénél. Ahelyett, hogy mindenféle gyógyszereket venne be. De nem szúrja be a tűt mélyebben? Nem, csak picit. Csak a felszínen. Mert ha mélyebben szúrnám be, akkor megsérteném a bőrben a szöveteket. És az veszélyes. Azt el kell kerülni. Csak megérinti a bőrt? Csak megérintjük. A felmelegített tűvel egy kis érintés, és ez megoldja a problémát. És kész? Igen. Ettől a gyomra jobban fog emészteni. Javul az emésztés, és nem sokára érezni fogja a megkönnyebbülést. Tudom, hogy furcsa, de tényleg hatott. Úgyhogy amikor aznap délután Ugyen elvitt bhutáni utazásunk utolsó állomására, már rendben volt a gyomrom. Punakába mentünk, az ország régi fővárosába, a bhutáni királyok egykori kolostorpalotájába. A hajdani trónterem ma a buddhista egyetem vezetőjének az irodája. A sarokban még mindig ott áll a nemzeti összboldogság kitalálójának, a jelenlegi királynak a bölcsője, de ezen kívül már semmi sem emlékeztet a régi utánra. Amikor a király évtizedekkel ezelőtt hazatért Angliából és elhatározta, hogy országát kivezeti a középkorból, nos akkor azzal kezdte, hogy a gyönyörű palotából egyetemet csinált. Mert a jövő szempontjából, mondta ő akkor, a tudás a legfontosabb. Ma már, mint hallhatták, még a földművesek is beszélnek angolul, a gyerekek pedig az iskolában népesedés tudományt tanulnak. Mert a király, erről már az egyetem elnöke mesélt nekem, amikor körbevezetett a lenyűgöző épületben, szóval a király a túlnépesedés tartja a mai világ legnagyobb bajának. Így aztán ez külön tantárgy lett Bhutánban. Gondoljanak csak bele, északra Kína 1,3 milliárd lakossal, délre India 1,1 milliárddal.
A Bhutánnál csak háromszor nagyobb szomszédos Bangladesben 140 millióan laknak. 140 millióan egy másfél magyarországnyi területen. A túlnépesedés nyomorba dönt. Bhutánban viszont tudják, hányan élnek? Összesen csak 1 millióan. Az elmúlt 15 évben itt 20 évvel nőtt a várható átlag életkor, ilyet sem látott még a világ. Ismerjük el, ezek azért véletlenül nem történhettek volna meg, ehhez koncepció kellett. Ön mire tippel úgy ilyen, 20 év múlva, milyen Bhutánt találunk majd itt, olyat, mint amilyet ma láttunk? Szerintem rendkívül óvatosan megyünk előre, mértékletesen, ügyelve minden polgár boldogságára. Remélhetőleg a megfelelő úton haladunk közösen, kompromisszumokkal, és ő felsége bölcsességének köszönhetően az elkövetkező 20 évben sem számítok sok olyan problémára, amivel a többi ország küszködik. Itt nem lesznek anyagias, irigy, frusztrált emberek és hivalkodó pökhendiek sem. Szóval nem fognak Ferrarik száguldozni a bhutáni utakon? Egy-kettő talán igen, de kétlem, hogy sokat látnánk belőlük. Ki a boldogabb, ön vagy én? Szerintem mindketten azok vagyunk. Igen, ez nagyon udvarias válasz, de... Hát ezek nem mérhető dolgok. Mindenkinek mást jelent a boldogság. Az én meghatározásom nem egyezhet az önével. Mi itt másképp látjuk az életet. De most komolyan... Hát ha önre nézek, nagyon boldognak tűnik. Tudja, ha majd elválnak az útjaink, 10 napot töltöttünk ugye együtt, ön a saját kollégáival marad, én pedig az enyémmel. Biztos rólunk fognak beszélgetni, árulja el, tényleg most őszintén, mit fog mondani? Rengeteg emberrel találkoztam már sok-sok országból, és a magyarokról most az lett a benyomásom, hogy nagyon gyakorlatilag, szorgalmas, barátságos, éleslátású emberek, és ez nagyon szimpatikus nekünk. Szerintünk Magyarország biztosan nem rossz ország. Önök magyarok is biztosan nagyon jó emberek.